Polgármester úr, jövő hónaptól valószínűleg nagyobb esők várhatók. Ez meg is mutatkozott itt most Padragon. Mit láthatunk itt, vagy mi történt, milyen lépések történtek ez ügybe? Sajnos ez nagyon igaz. Tényleg július végén, augusztus közepéig a nagy esők jelentkeznek. Évek óta ez a helyzet, ilyen értelemben, hát hogy úgy mondjam, rá vagyunk kényszerülve és készülve. De mindig vannak új és új jelenségek. Ugye ez a padragi jelenség, ez egy teljesen új dolog. Annyiba visszautalnék az előzőre, hogy augusztusban öntött el mindig a várost rendeken, augusztusban öntött el a várost a Kinizsi utcába, a Hajnalcsillag utcába, Csingerbe a két hidat szintén augusztusban vitt el, amiket felsoroltam, azokat megoldottuk. És hát most van itt egy új jelenség, ahogy az előbb mondtam, padragi városrész ez eddig ilyen mértékben nem volt jellemző. Sajnos az a helyzet, hogy itt mindent privatizáltak a 90-es években. Minden árkot, utat, a szennyvíz telepre vezető utat is eladták, a futballpályára vezető utat, és sorolhatnám még mi mindent eladtak. És hát ez ugye ez megbénítja azért az önkormányzatnak a lehetőségeit, és nem csak, hogy megbénítja, miközben a problémák megnőttek, mert a magántulajdonosok azok egyáltalán nem fordítottak semmilyen eszközt arra, hogy ezeket az árkokat, közlekedési létesítményeket karbatartsák, működőképes állapotba hozzák, hanem ellenkezőleg még azt is tönkretették, ami korábban volt. Itt is ennek vagyunk a tanúi. Itt a Kaphegyi oldal felől eső részen, tehát az Öcs felé vezető városrész végén van egy gyűjtőárok, ami hát nem erre lett méretezve, de mivel más lehetősége nincs a víznek, így egy olyan gyűjtőárokká alakult, ami hát egy fél városnyésznyi vizet, hogy úgy mondjam, összegyűjt, amit persze nem tud levezetni, mert se az átereszek, se az árokrendszer nem volt erre alkalmas. És beletorkolik egy olyan árokba, ami itt néhány nappal ezelőtt még magántulajdonban volt, tehát a magántulajdonos meg aztán végképp nem érdekelte, hogy ez az árok, ez milyen állapotban van. A fenék szintje az körülbelül 1-1,5 métert nőtt a korábbihoz képest. Na most amikor ugye az út alatt átfolyik a víz, ha átfolyik, akkor neki ütközik ennek a felnövekedett fenékszintnek, aztán az történik, hogy onnan még vissza is duzzaszt, és akkor a további víz áteresztés az nem tud megvalósulni, kiömlik minden az útra, és eláraszt egy 400-500 méteres szakaszt. Hát ezt a területet, ezt a bizonyos problémás árkot most birtokba vettük, azonnali hatállyal birtokba vettük, ezt önkormányzati területté tettük, és láthatóan meg is kezdődött a helyreállítási munka, fenékszintet fogjuk helyrehozni, és ha szükséges, akkor még az átereszhez is hozzá fogunk nyúlni. Ugye a padragi városrészben, bocsánat, van egy másik probléma is, az Iskola utca egyik végén, ott is olyan jelenség van, amivel korábban hát nem találkoztunk, hát azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ott is valószínűleg az átereszt is át kell építenünk, illetve a befogadást kell arra alkalmassá tenni, hogy a víz odafolyjon, ahova kell, és ne az utcán kerüljön szétterülésre. Ezek szerint az önkormányzat előre gondolkodik? Hát ez látszik abból, amiket elmondtam, hogy a különböző városrészekben hogy oldottuk meg a problémát. Minden évben legalább egyet megoldottunk, ugye még két problémás városrész van ilyen szempontból, hiszen az Ajkarendeki az most már folyamatban van, ott újra fölbővítjük az átereszeket, és hát ezt a padragit kell most megoldanunk, és még a Tósoki városrésznek is vannak szakaszai, amik nem teljesen jól működnek, de azt gondolom, hogy így talán ennek a folyamatnak a végére kezdünk érni, úgyhogy mindenkitől türelmet kérek, ugye azoktól is, akik csak bírálják a mi munkánkat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy leginkább azok bírálják ezt a munkát, akik nem is ismerik, hogy ez milyen összetevőkből áll, milyen viszonyok vannak, azoknak a legnagyobb a befogadó képességük, úgy mondjam, vagy a kibocsátó képességük. Hát akik ezzel tisztában vannak, azok természetesen tudomásul veszik, hogy itt egy ilyen heurikus küzdelem folyik, és egyelőre hát úgy néz ki, hogy azért mi jövünk ki ebből győztesen.